Sziasztok, itt újra ez után. Azt kértétek már régebben, hogy csinálok egy favágó kívást. Hát most... Kis tartom majd, ezt nézzétek még. Van itt egy ilyen fajta fűrész, és egy láncfűrész, egy olyan kis méretű. Van nagy darab is, de azt nem tudnám használni, mert az villanyra megy. És nézzétek, hogy működik-e. Tehát itt van, itt látható az, hogy villanyékű működik, de batteria megy. Tehát most megnézhetitek, hogy hogyan alkalmaz. Most tettek különbséget e között, meg e között, hogy tudom azt lefűrészelni. Kezdjük ezzel. De előtte, vagy le kell tennem ezt így. Nézzük csak, jó, már majdnem tökéletes, ez jó. Majd. Így nem lehet. Le kell fogni, hogy menjen. Látjátok? Ez egy jó skavas. Most nézzétek még ezzel. Ezzel itt. Na, ez már jobban megy, mint ezzel. Tehát, és amire voltak éppen használni akarnám ezt a láncfűrészt, az ez. Most éppen azon vagyok, hogy ezeket az almákat lemetszem. Vagy fonyírólóval, vagy ezzel. Pillanat. Például azokat már itten lemetszettem. És most tényleg így néz ki, mert csak el kell tenni valóvá egy helyre. Meg aztán milyen könnyen tudja ezt leszedni, ez a láncfűrész. Ezzel jobban lehet. Még metszeni is. Például ez. Például, de a rügyeket kell itt meghagyni. Na, ez egy kicsit már. Na, ez még jó lesz. Lássuk csak. Keresek egy olyan korhatabbat. Ha van, találkozhattad azt. Na, ezt például már mindenképpen levágtam volna, úgyhogy ezt figyeljétek. Jaj, rosszul néztétek. Jó, ma most jobban. Most itten. Itt már láthatjátok. Jobban leszedi. Na, az a korhat, már találtam is. Na, ez már ez egy korhat, úgyhogy erre már nincs is szükség. Úgyhogy éppen lefűrészelem.
És kész. Hát, ha már így adódott, akkor még ezt is leszedem valamennyire. Mondjuk félbe vágom. Egy pillanat, úrban van. Legalább könnyítek a súlyonokkal, elviszem a körfő részhez. Na. Na hát most láthattok végre favágó kívást, tehát ez lesz az. Kemény lehet, egy kicsit közelebb. Jobban. Hogy szatom abba itten? Aj, bak! Ezért tudod adni egy kézbe. Vége! Na! Meg is van, félben van vágva. Úgyhogy... meg ezt a korhatat, és hát ezt nem érdemes átfőzni, mert ennek a gyökerét kell szétverni. Nem sokára láthatok még egy permetezős kihívást is, úgyhogy addig is ne felejtsétek el feliratkozni, ha tetszett. Ennyi volt mára, szevasztok!